most megkérem Endrésik Zsoltot, országgyűlési képviselőt, kinek a neve, mint tudjuk, eléggé összeforcegedi Csanádéval, bár szerintem ő ennek annyira nem örül, hiszen ő volt az az ember, aki először jelezte, hogy Csanáddal valami nincs rendben. Aki küzdött sok bolsi jobbikossal együtt az áruló, köpönyek forgató Szegedi ellen, aki nélkül talán ma még mindig a nemzeti radikalizmus gyűjtőpártjában rontaná a levegő. Hallgassuk meg Endrésik Zsoltot! Köszönöm szépen! Adj Isten! Csak így röviden, az adjon az Isten szebb jövőt, igaz a gárdisták számára még ma is szent köszöntés, csak hát az utóbbi hónapok eseményei egy kicsit lelomboztak, azt lehet mondani. Azért nagyon örülök annak, hogy még van magyar nemzet, és van olyan csoportosulás, nem is egy ebben az országban, és még van annyi becsületes, jobboldali, radikális magyar ember, aki tovább lát az orránál. Horka Sándor felvezetése, hát elég reális képet fest a dologról. Amióta engem április 25-e óta kiraktak a Jobbikból, lényegében nemzeti megmozduláson, nagyobb eseményen nem vettem részt. Azóta ez az első alkalom, hogy meghívást kaptam egyáltalán, hogy egy ilyen rendezvényen részt vehessek. Ezt megköszönöm nektek. Mindenképp meg kell köszönnöm. Telik az idő, és úgy látszik, hogy az idő az nekünk dolgozik. Emlékszem arra, amikor április végén, májusban, júniusban kicsit durván, meg csúnyán mondva, fekete seggűtől nem tudom meddig, voltam én minden, áruló, ügynök, bomlasztó és egyéb esküszegő, természetesen ez is hozzáragadt a nevemhez. Rengeteg olyan titulust ragasztott rám, pont az az oldal, pont az a közösség, akiért dolgoztam 4,5 éven keresztül. Nem tudom, sokan mennyire ismerik az állapotokat, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megyében milyen, úgymond harcokat, tényleg harcokat kellett vívnunk, hogy a Jobbik ilyen eredményeket érjen el, és ott mi megbecsült politikusok legyünk. Hát ezt a több évnyi kemény munkát egy pár óra alatt szét lehetett zúzni. De erre majd a későbbiekben ki fogok térni. Hát igaz, Csanád háza előtt vagyunk, hát igen nehezen találtam én ide, mint vidéki paraszt gyerek, hát ilyen villág között én nem nagyon igazodom el. Én jó magam egy 90 éves régi parasztházban lakom otthon, ami családi örökség, úgymond parasztőseimtől szállt ez rám. Én erre büszke vagyok. Hát Csanád gondolom szintén büszke, de egész más dologra. Hát én ismerem vagy 5 éve, vagy még több, 5-6 éve személyesen, sőt az első néhány évben mi barátok voltunk. Azt lehet mondani, hogy mi barátok voltunk. Csak hát történt jó pár esemény, ami miatt ez a barátság igencsak megromlott. De jó Isten a megmondhatója, hogy ameddig lehetett, én és a hozzám közel állók betyárbecsületből is megpróbáltuk azt, hogy a Jobbikban ne legyenek gondok, és ezek az események úgy menjenek le, hogy nagyobb kár ne érje a radikális nemzeti oldal. Mi mindent megtettünk azért, hogy ne fajuljanak idáig a dolgok. Tegnap előtt írtam egy hosszabb levelet. Ezt én a Facebookon közszemlére is tettem, amiben kiírtam azt a bánatot, azt a dühöt, amit az elmúlt pár hónap gyülemlett fel bennem. Tegnap ki is adtam egy sajtóközleményt, majd ezzel kapcsolatban is fogok erről beszélni. Szóval zajlottak az események. Én most az elejétől végéig részletesen nem fogom elmondani, csak a nagyobb lépéseket. Engem úgy intéztek el, és ezt tényleg máig is tartom, hogy Robespierre-ék, igaz a francia jakobinusok, vagy Rákosiék, a legvadabb
bolsevik, kommunista emberek is példát vehettek volna arról, hogy a Jobbik vezetése és a Jobbik vezetéséből is néhány prominens ember hogyan bánhat el egy velük egy csapatban játszó emberrel. Hát a neveket kéne mondanom, én két nevet szeretnék kiemelni, és majd a későbbiekben is visszatérek rá. Szabó Gábor pártigazgató és Vona Gábor pártelnök nevét mindenképp szeretném megemlíteni, hogy a kialakult helyzetét, hogy jelenleg itt tartunk, itt tart a úgymond jobboldali nemzeti oldal, ők ketten a felelősök. Szegedi család ennek egy háttérben mozgó figurája, akiből igaz hirtelen egy előtérbe került figura lett. Én jó magam is jó páran odahaza 2010 vége óta tudtuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz felé mennek a dolgok. Éreztük azt a bőrünkön, hogy ha a pártvezetés nem tesz semmit, akkor itt nagy bajok lesznek. Ezt többször, nem is tudnám összeszámolni, hogy a pártvezetésnek hányszor jeleztük. Milyen formában, hogy szóban, beszélgetve velük, írásban, e-mailben, telefonon, mindenféle fórumon megpróbáltuk azt, hogy felnyissuk a szemüket, hogy tegyünk valamit. A vége felé eljutott egy olyan helyzetig ez a stádium, hogy szinte segélykiáltásként fordultunk már a vezetőség felé. Sőt, amikor engem kiraktak, utána néhány nappal egy borítékban, ezt még nem nagyon tudja senki, nem nagyon osztotta meg ezt a dolgot, Vona Gábor tőlünk egy borítékban megkapta azokat a dokumentumokat, azoknak a dokumentumoknak a másolatait, amiben jeleztük azt, hogy hát honnan fúj a szél, úgymond. És próbáltuk rábírni arra Gábort, hogy tegyen valamit. Ennek a tudatában tegyen valamit. Mi történt? Semmi. Semmi nem történt. Nem tudtunk mit csinálni. Ezek a dokumentumok valamiképpen kirepültek a postaládából, ugyanúgy, ahogy az én levelezésem egy része is, és így országvilág tudhatott róla, hogy egy nemzeti radikális párt felső vezetésében, mint mára kiderült, nem hogy zsidó származású emberek vannak, hanem cionista ügynökök vannak. Igaz, Szegedi Csanádnak az elmúlt epés munkája, Európa Parlamenti felszólalása is utal arra, hogy ő teljes mellszélességgel kiáll Izrael mellett, mint a Közel-Kelet legdemokratikusabb országa mellett. Mi történik rá egy-két héttel? Igaz, Gáza ellen háborút indít Izrael. Hát tényleg egy nagyon demokratikus állam. Ha ez a példa, hát kövesse. Hát a jóisten azért elég érdekesen keveri a lapokat és a kártyákat. Én mindig azt tartom, meg azt mondtam ezzel az esettel kapcsolatban, hogy egy profi regényíró sem írhatott volna egy szebb történetet ettől. Hogy hogyan lett egy harcos, radikális, magyar nemzeti politikus Izrael szócsöve. Egy gyönyörű történet ez az egész. Hát kellettünk hozzá egy páran, hogy megtalálja ezt az életútját. Szóval ennek örülök, hogy meg tudtuk neki azt mutatni, hogy hova való, és hol a helye. Az elmúlt hónapokban annak is nagyon örülök, hogy egyre többen jelzik azt felém, hogy hát neked volt igazad. A parlament folyosóján, vagy az irodaházban, a képviselő irodaházban egyre több jobbikos jön oda hozzám, és megint egy kicsit alpárian fejezzem ki magam, azzal fogadnak, és azt mondják, hogy hát Zsolti, bazd meg, igazad volt. És szinte mindenben igazunk volt, ezért mondom azt az elején, hogy az idő nekünk dolgozik. Az igazság itt is kiderült, és most már előre talán mondom azt, hogy nagyon sok igazság ki fog még itt derülni. Sőt, akár innen üzenem Vona Gábornak, vagy Szabó Gábornak, akiket felelősnek tartok a kialakult helyzetért, hogyha nem térnek vissza
arra az útra, ahonnan mi elindultunk, ahogy én elindultam 2008-ban, vagy a mozgalom igaz még hamarabb elindult, ha nem térnek sürgősen vissza arra az útra, amit kijelölt magának ez a mozgalom, amit kijelölt magának a 2010-es programjával, pártprogramjával, akkor lehet, hogy itt újabb nagy igazságok fognak majd kiderülni. És tényleg a sajtóközleményemben leírva az tényleg teljes mértékben jó szándékkal és jó akarattal a Jobbik felé, hogy én azt szeretném, Balázs is tudom, hogy ugyanazt szeretné, hogy a Jobbik egy nemzeti pártként, nemzeti értékrend szerint a magyar nemzetért dolgozzon. Vissza kell terelni a Jobbikot erre az útra, viszont ha a Jobbik erre nem hajlandó, akkor mit van mit tenni? Ki kell borítani a bilit véglegesen, és akkor egy új dologba kell vele kezdeni. De hát ez még a jövő zenéje. Én bízom abban, hogy Vona Gábor vagy Szabó Gábor lesz oly bölcs, és visszatereli a pártot erre az irányvonalra, vagy esetlegesen, és ebben is bízom, hogy a Jobbik tagsága fogja azt elérni, hogy kiírjanak egy új tisztújítást, és válasszanak egy új elnököt, válasszanak egy új pártigazgatót, válasszanak egy új jobbikos vezetést, akik tényleg becsületesen magyarként fogják irányítani ezt a pártot. Amit még el szeretnék mondani, nem csak mint országgyűlési képviselő vagyok itt, ebbe az ügybe azért valamilyen úton, módon belefolyt az általam irányított egyesület, és egy kis reklámot azért csinálok itt nekik a végére, vannak is itt néhányan a sorok között, a Rongyosok Kulturális és Hagyományőrző Egyesülete azért valamilyen módon nagy részt vállalt abban, hogy itt az igazság felszínre kerüljön. Akit esetleg érdekel majd a mi irányvonalunk, utána nézhet ennek. Azért azt tudni kell, hogy mi nagy mértékben azért nem az utcai politizálással foglalkozunk, hanem a háttérben szinte mindenütt ott léve és mindenütt megjelenve, jól értesülten, de az igazságért végig harcban állva ott leszünk majd a végsőkig. Ha nagyon sok mindent el lehetne még itt mondani, de hát én Balázstól meg Tamás barátomtól sem szeretném rabolni az időt. Én még egyszer szeretném azt megköszönni, hogy itt lehettem köztetek, hogy meghívtatok. Tényleg, mintha kicseréltek volna az elmúlt napokban. Köszönöm szépen, hogy veletek lehettem. Sajnos Csanádot nem igen láttuk, nem is hiszem, hogy itthon van. Bár ha visszamennénk az időben mondjuk egy 100 évet, és ha azok az idők lennének, akkor én nagyon szívesen kihívnám egy párbajra, és lehet, hogy már másnap itt lennének a párbaj segédeim, hogy meginvitálják erre a nagy eseményre. Én nagyon remélem azt, hogy előbb-utóbb ez az idő visszatérhet, és ezen az eseményen túl lehetünk majd. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, Isten áldjon titeket!